Magyar tündérmesék. A bölcslány. Egyszer régen, egy olyan helyen, ahol a lovak száma jelezte, hogy ki milyen gazdag, élt két fivér, mindegyikük saját otthonban, a számára értékes dolgokkal. Demeter volt a gazdag, és Jerekó a szegény testvér. Gyere, Jerekó, különben nem érünk oda nap nyugta előtt. A két fivér egy nagy vásárba igyekezett, amit a városban tartottak. Épp indulófélben voltak, amikor Jerekó lánya odaért. Kérlek, apám, hadd menjek veled. Nagyon messze van, kedvesem. Mire odaérünk, el fogsz fáradni. Mindig látni szerettem volna a várost. Kérlek, apám. Az Isten szerelmére hozd már a gyereket, és induljunk! Jó leszek, apám, ígérem! Jól van hát, ugorj fel! Egész nap lovagoltak, és alkonyatra a város közelébe értek. Keressünk egy helyet, ahol megpihenhetünk éjszakára, és reggel belovagolunk a városba. Mintha egy kunyhó lenne ott. Valóban. Menjünk! Ez nem kunyhó, hanem istálló. Épp megfelel éjszakai nyugvóhelynek. Nézzétek! Van bőven víz és étel a lovaknak is. Milyen izgalmas helyen tölthetjük az éjszakát. Jól van. Most vacsorázzunk, és aludjunk. Mindhárman az istállóban töltötték az éjszakát. Másnap reggel korán keltek, és felkészültek útjuk folytatására. Gyere, Nora! Indulnunk kell. Jövök, apám! Mi volt ez? Nézd! A kancánk Csikót ellett tegnap éjjel. Ha a te kancád ellette volna, a Csikó mellette állna. De az én csődörömhöz ment oda. De bácsikám, hogy ellene egy csődör? Ez igaz, fivérem. És a kancánkra hasonlít. Jól van. Adj neki enni, inni, aztán add át a Csikómat. De fivérem! A ló is a szépre nyerít, Jerekó. Ez a Csikó talán csak elveszett az erdőben, és idejött a csődörömhöz. Ha a te kancád lenne az anyja, egyenesen hozzáment volna. De mivel a csődörömhöz jött, így az enyém. Látod, fivérem? Látod? A két fivér sokáig veszekedett, hogy kié legyen a Csikó. Végül Norának támadt egy ötlete. Apám, bácsikám, menjünk be a városba. Nem ott lakik a bölcs király? Menjünk el hozzá, és kérjük meg, hogy döntsön ő. Igaza van, fivérem. Igen, a lányod okosabb, mint te. Menjünk. Odaértek a városkapuhoz. Miközben a fivérek az őrökkel beszéltek, Nora elolvasott egy felhívást egy közeli fán, amin egy tolvaj képe szerepelt. A felhívás így szólt. Tolvaj! Aki megmondja a királynak, hol van, 100 aranydukátot kap. A fivérek mindent elmondtak a királynak. Nos, mit gondolsz? Nagyon nehéz ügy, felség. Ha a kanca ellette volna a Csikót, az anyatejet szopott volna. De a Csikó a gazdag fivér, sem lehet, csak kapzsiságból vitatkozik.
Amúgy is van elég saját lova, és odaadná a Csikót a szegény testvérének. Nos, lássuk vajon a fivérek a szerencséjüknek, az eszüknek, vagy annak hiányának köszönhetően gazdagok vagy szegények. Mit óhajt tenni, felség? Mikor az ész elbukik, a bölcsesség siet a segítségünkre. Lássuk, melyik fivér bölcs. Mivel a Csikó egyik ötökésem igazán, felteszek egy kérdést. Aki olyan választ talál elő, ami megfelel nekem, azé a Csikó. A király tehát feltett a testvéreknek egy kérdést. Mi a leggyorsabb dolog a világon? Mi a legpuhább dolog a világon? És mi a legértékesebb dolog a világon? Mindenkit meglepett a király különös kérdése. Mohón várták, mit válaszolnak a fivérek. Demétr azt gondolta, hogy ha hízeleg a királynak, ő majd neki kedvez, ezért így válaszolt. Ez könnyű, felség. Mi lehetne gyorsabb, mint felséged lova? Mi lehetne puhább, mint az ágyad, uram? És mi lehetne értékesebb, mint fiad, a herceg? Mi a te válaszod, Gyerekó? Gyerekó egyszerű, becsületes ember volt. Nem volt képes hízelegni másoknak gőgös beszéddel, ezért nem tudta, mit mondjon. Felség, a másik testvér nem is tudja, mit válaszoljon. Ha nincs válasz, az jobb, mint egy hamis, becstelen válasz. Várjunk egy percet. Nora erősen gondolkodott. Őszinte választ akart adni, és hirtelen eszébe jutott valami. Elnézést, felség! Válaszolhatok apám helyett? Persze, miért ne? Őszintén meg kell mondanom, uram, nem tudom a helyes választ, de az alapján, amit láttam a világból, a legeslegyorsabb dolog a szél. Olyan gyors, hogy vihart tud kelteni, és mindent képes elpusztítani, ami az útjába kerül. És a legpuhább dolog a világon egy gyerek csókja lehet, mint ahogy ez a Csikó nyalogat engem. A világon a legértékesebb dolog pedig bizonyára az őszintesség. Különben nem ajánlottál volna fel 100 dukátot egy tolvajról szóló információért. Bravo, bravo, Gyerekó! A lányod valóban bölcs, becsületes és őszinte. Elégedett vagyok a válaszával. Nem csak ezt a Csikót adom neked, hanem 100 lovat és 10 000 dukátot jutalomként. Ami téged illet, Demétr, lehettél volna nagy lelkű, de te a fukarságot választottad. A fukarsággal csak ennyire mentél, de igazi jutalom az őszintességért jár. Legyen ez jó leszke számodra. Megértettem, felség. Köszönöm, uram. Nagyon kedves vagy. És ez így van. Űzhetünk gonosz trükköket másokkal, de azzal nem sokra jutunk. Az emberek átlátnak az ilyeneken. De ha boldog és teljes életet akarunk élni, legyünk becsületesek, őszinték és bölcsek.